Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Útfelújítások. 30 kilométernyi szakasz korszerűsítése fejeződik be hamarosan. Egyre több a gyerek Tolnán. Több mint 450 millió forintból épül bölcsöde. Elhajtott a tesztautóval, sok év börtön vár a 14 bűncselekménnyel vádolt férfira. Kutyákat mentett a rendőr, azóta már új otthonra találtak a magukra hagyott fiatal állatok. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tolna megye 8 pontján összesen 30 km alsóbrendű út felújítása fejeződik be hamarosan, vagy ért már véget a topos forrásoknak köszönhetően. A Tolna megyei önkormányzatnak és a közútnak köszönhetően 8 szakaszon eddig összesen 18,5 km alsóbrendű utat újítottak fel. További 11,5 km pedig néhány hónapon belül elkészül. Tavaly újították fel a Szekszárd felől Szálkára vezető utat. Az itt élők mellett az ide látogató évi 40 ezer turista is jó részt ezen az úton közelíti meg a települést, ezért is volt különösen fontos a helyieknek az út felújítása. Szálkán olyan 140 férőes ágyal rendelkezünk, ami hát az ide látogató turisták jelenlegi elhelyezése elegendő, de természetesen gondolkodunk a továbbiakban is, hogy ez továbbfejleszthető legyen, és ennek fontos része a megvezető útnak a rendbetétele és jó állapotban tartása. Tavaly és idén a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően a közút Tolna megyében 8 szakaszon összesen 18,5 km alsóbrendű utat újított fel, további 11,5 km pedig néhány hónapon belül elkészül. A szakaszok alsóbrendű utak, viszont olyan közlekedésbiztonsági szabványoknak is megfelelnek, amik korábban csak a főutakra voltak jellemzőek. Ez a felújítás, ez az útburkolat megerősítés, új útburkolatot kap, patka helyrerakás, illetve vízelvezető rendszereknek a műszaki felújítása, illetve az útszakaszokon található műtárgyak, hidak, áttereszek megfelelő műszaki szintre való javítása, felújítása. A terület és településfejlesztési operatív programon keresztül Tolna megyébe érkező 27,5 milliárd forint szétosztását a megyei önkormányzat irányította. Úgy látjuk, hogy a megye életében ez egy nagyon jelentős lépés. Számos területen, ugye 6 fő tengely mentén osztottuk fel a pénzt, ezek közé tartoznak az utak is. Ide nagyon-nagyon sok pénz kellene, elnyelne ez szinte mindent, de szépen lépésenként kell előre haladnunk. A még felújítás alatt álló 11,5 kilométernyi szakasz a Paksot-Cercével összekötő út, ezen kívül még Bonyhád belterületén alakítanak ki topos forrásból egy körforgalmat. Az építkezések a tervek szerint a Magyar Falu programmal folytatódnak majd. Több mint 457 millió forintból új kétcsoportos bölcsöde épül Tolnán. A város egy pályázat útján nyert támogatást a zöldmezős beruházásra. A korszerű épületre, ami egyébként a Pittypang óvoda mellett épül majd fel, nagy szükség van az egyre növekvő gyermeklétszám miatt. Itt a Pittypang óvoda melletti játszótéren épül majd fel a várva várt bölcsöde Tolnán. A Bartók Béla utcában megépülő intézményre nagy szükség van, mert egyre több család települ a városba, és egyre több anya menne vissza dolgozni. Eddig a város ezt úgy tudta megoldani, hogy a tolnai magánbölcsödék szolgáltatásához nyújtott támogatást a szülőknek. Régi probléma ez is. Jelen pillanatban úgy oldjuk ezt meg, hogy két egyesülettel együttműködve, ahol akik összesen mintegy 4 magánbölcsődét üzemeltetnek, őket támogatjuk, illetve a szülőket támogatjuk abban, hogy anyagilag kevesebbe kerüljön nekik a magánbölcsődében járás. A zöldmezős beruházás helyszíne nem véletlen. A város vezetőinek azért esett erre a választásuk, mert könnyen megközelíthető helyen van, és nagyjából ugyanakkor a távolságra helyezkedik el minden település résztől. Fontosnak gondolom, nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy a fiatalokat itt helyben tudjuk tartani, hiszen egyre több gyermek születik a városban. Gyakorlatilag Tolna lakosság száma, ha minimálissal, de nő. Ehhez az kell, hogy támogassuk a gyermekszületést, támogassuk azt, hogy az édesanyák, édesapák minél előbb, ha nekik úgy tetszik, vissza tudjanak menni dolgozni, és ehhez elengedhetetlen az, hogy bölcsöde, egy korszerű bölcsöde nyíljon a városban.
A bölcsödet több mint 457 millió forintból épül majd fel. A város a szükséges forrást egy pályázat útján nyerte el. Hamarosan írják alá a támogatási szerződést. Az intézményben két 12 fős csoport kap majd helyet. Már csak december 31-éig lehet a készpénzes vásárlásoknál a régi 10 000 forintos bankjegyekkel fizetni, mert a Magyar Nemzeti Bank bevonja azokat a forgalomból, közölte a jegybank kedden a honlapján. A be nem cserélt régi bankjegyek nem veszítik el értéküket, hiszen minden bank és postafiókban 3 évig, a jegybankban pedig 20 évig díjmentesen beválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre. Elhajtott a tesztautóval egy pécsi kereskedésből egy szekszárdi férfi. Végül külföldön fogták el, azóta letartóztatásban van. Kedden tartották a bíróságon az előkészítő ülést, ahol kiderült, hogy összesen 14 bűncselekménnyel vádolják. Az ügyész 8,5 év börtönbüntetés kiszabását indítványozta, ám mivel a vádlott egy rablást nem ismert be, könnyen lehet, hogy még ennél is többet kap majd. A vád szerint a szekszárdi férfi egy pécsi autókereskedésből vitte próbaútra egy kocsit, az eladó végig mellette ült, viszont amikor visszaértek, a férfi nem akart kiszállni a volán mögül. Vitatkozni kezdtek, majd a szekszárdi vádló gyorsan átült egy másik autóba és elhajtott a kereskedésből. Végül külföldön fogták el a rendőrök. Az előkészítő ülésre már a börtönből vezetőszáron és lábbilincsben hozták. Többszörös visszaesőt vádolom. Az ügyésznek percek kellettek, hogy felolvassa pontosan, mikkel vádolja a férfit. Összesen 14 bűncselekmény miatt állt bíróság elé. A bűnlajstromán bankkártyalopások, csalás, hamisvád, köz- és magánokirat hamisítás és ezek ellopása, valamint rablás is szerepelt. Az ügyész ezért hosszú börtönévek kiszabását indítványozta. 8 év, 6 hónap fegyházbüntetés, 7 év közügyektől eltiltás, 10 hónap B kategóriába tartozó járművek vezetésétől eltiltás, és Pécs-Dunaújváros közigazgatási területét érintően 3 év kitiltást szabjon ki. Ha a férfi most mindent beismert volna, akkor a 8,5 év börtönnél nem kaphatott volna többet. Egy bűncselekmény elkövetését viszont tagadta. Rablás kivételét alapot a bűncselekményt elismerővel el. Az ügyben ezért több tárgyalásra is sor kerül majd. A következőn például több rabtársát is meghallgatják a letartóztatásban levő vádlottnak. Megmentette 3 kiskutya életét egy dombóvári rendőr. Egyet közülük be is fogadott. Egy másik a kollégájánál, a harmadik kutya pedig Gyulajon talált új otthonra. Néhány napja bejelentés érkezett a dombóvári rendőrkapitányságra, hogy egy gyulai ház udvarán egy papírdobozban 3 kölyök kutyát hagytak. Tolt Zoltán a dombóvári rendőrkapitányságon teljesített szolgálatot, amikor néhány napja Gyulajról érkezett bejelentés egy férfitől, hogy udvarán valaki egy papírdobozba hagyott 3 kiskutyát. Tolt Zoltán kollégáival kiment a helyszínre. Ott megnézték a kutyákat, azok egészségesek voltak, mondta. 2 szuka kutyusról van szó egyébként, és egy kanról. Hát az egyik szuka nagyon virgonc volt, minden 3 ki akart jönni a dobozból. Hála Istennek, szóval megnéztük a kutyusokat, épek sértetlenek voltak. És én Kis Andrással felvettem a kapcsolatot, ő a dombovári gyepmesternek a helyettese, és ő mondta, hogy sajnos a dombovári gyepmesteri telítettség miatt nem tudja őket fogadni. Az egyik kiskutyust egy helyi lakos fogadta be, a másik kettőt a rendőr vette gondozásba. Az ebek kislánya javaslatára az Alex és Bianca nevet kapták. De kevés idő elteltével a Bianca nevet viselő kutya is gazdára talált. Az egyik szukakutyust, őt az osztályvezetőm, a dombovári rendőrkapitányság a bűnügyi osztályvezetője Molnár Zoltán fogadta örökbe tőlem. Neki hozzátartozik a párja, szintén nagy állatvédő, nekik van egy középtermetű kutyusok, ő is menhelyi kutyus, és hát mindkettőjüket nagyon meghatott ez a történet. A dombóvári rendőrnek 2 nagy német juhásza van otthon, akik még nem barátkoztak meg a befogadott kankutyával, ezért neki még gazdát keresnek. Péntekig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira. A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2020-2021-es tanévben. A felvételhez központi írásbeli vizsgát csak a gimnáziumok és a szakgimnáziumok írhatnak elő. Több mint 6000-en jelentkeztek a 2020 februárjában induló keresztféléves képzésekre. Továbbra is népszerűek a reáltudományok, a jelentkezők 40%-a ilyen képzést választott. Idén 33 intézmény, összesen 993 szakára lehetett jelentkezni.
A keresztféléves felvételi jelentkezési adatokat összegezték, eszerint idén mintegy 14%-kal többen felvételiztek ilyen képzésre, mint tavaly. 5293-ról 6023-ra emelkedett a számuk. A legerőteljesebb emelkedés az alapképzések esetében tapasztalható, 611-ről 1419-re, azaz csaknem 2,5-szeresére nőtt a jelentkezők száma. Újabb életfákkal bővült Bonyhád. A Szecska városrészben most további 22 facsemetét ültettek el. A program az újszülöttek lakóhelyükhöz való kötődését és a közösségtudatot erősíti. Mivel az elmúlt egy évben 82 bonyhádi gyermek született, ez év végéig még további 47 darab fát ültetnek el a város több pontján. Az életfa program keretén belül idén harmadik alkalommal ültettek fákat Bonyhádon. A termálfürdő előtti zöld terület után most a szecskai városrésznél fásítottak a gyermekekkel közösen szüleik. Több olyan család volt, akik nem első fájukat ültették. Mi már olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy másodjára vehetünk részt ebben a nagyszerű programban, és nagyon örülünk neki, mert nagyon szeretünk itt Bonyhádon élni, és nagyon tetszett ez a kezdeményezés, hogy minden megszületett kisbaba kapjon egy fát, és az előző fánkat is meg szoktuk nézni a bátyússal, hanem is minden nap, de úgy egy héten egyszer járunk arra, mert a közelben van, és most ezt most már ide is megtehetjük, úgyhogy nagyon örülünk neki. A szecskai részen most 22 új a facsemetét ültettek el. Szempont volt, hogy a családoknak is viszonylag közel legyen, illetve olyan helyet választanak, ahol még szükség van a fásításra. Hosszú évek óta támogatja a város az életfa program megvalósítását, mondta Filóné Ferenci Bolya. Van, akik már itt hetedik babának, illetve a harmadiknak, tehát mindenfélevel találkoztunk, akik már családon belül nem az első fát ültetik. Tettük ezt mindezt azért, hogy erősítsük azt a közösségi tudatot az itt élő fiatal családokban, hogy együtt cseperednek a facsemeték a gyerekeikkel, és talán így a Bonyhádhoz való kötődés is hosszabb távon megmarad. Szerintem ez egy kedves gesztus, és utána ők is így gondolják, ezért tudunk arról örömmel beszámolni, hogy egyre többen jelentkeznek rá. Mivel az elmúlt egy évben 82 bonyhádi gyermek született, ez év végéig még további 47 darab fát ültetnek el a családokkal közösen Bonyhádon. Regionális híreink következnek. Azzal fenyegetőzött, hogy megöli a saját családtagjait, a terrorelhárítási központ is közbelépett. Elkészült Európa legnagyobb templomi Betleheme, több tízezer embert várnak Vörsre. Adventi vásárral indult az ünnepi időszak, műsorokkal, ajándékokkal készült Alsomó Csoláda decemberre. Saját családtagjait fenyegette meg egy férfi azzal, hogy megöli őket. Hétfőn délelőtt egy komlói vendéglátóegységben történt az eset. A bár tulajdonosa kamerán kívül stábunknak elmondta, hogy a férfi az édesapja, aki skizofrén. Egy pisztolynak látszó tárgyal fenyegette meg őt és édesanyját. Mint később kiderült, a férfinél egy riasztó fegyver volt, de nem használta, így senki nem sérült meg. A 73 éves édesapát előállították a rendőrkapitányságra, ellene az intézkedések folyamatban vannak. Ennél a komlói vendéglátóhelynél okozott riadalmat egy helyi férfi. Hétfőn délelőtt a bár tulajdonosa tett bejelentést a rendőrségre azért, mert az idős férfi megfenyegette, hogy megöli őt és az egyik ott tartózkodó családtagját. Az egységet vezető hölgy egyébként a férfi lánya. A nő azt mondta, sem arcát, sem hangját nem szeretné felvállalni, de kamerán kívül stábunknak elmondta, hogy édesapja skizofrén. Ezen a reggelen pedig úgy elhatalmasodott rajta betegsége, hogy egy pisztolynak látszó tárgya fenyegette rokonait. Kollégáim a terrorelhárítási központ műveleti egységének segítségével elfogták a helyszínen a 73 éves férfit. Az eset során személyisérülés nem történt, az elkövető túszokat nem ejtett. Az elsődleges rendőri megállapítások szerint a férfinál lévő eszköz egy riasztópisztoly volt. Elfogását követően a férfit kollégáim előállították a rendőrkapitányságra, az intézkedések vele szemben jelenleg is folyamatban vannak. A helyszínen intézkedő rendőrök egyébként egy rövid időre a teljes utcaszakaszt elzárták a forgalom elől. Miután kiderült, hogy a férfinél nem éles fegyver van, a rendőrök elszállították, a vendéglátóegység biztonsági kamerájának felvételeit pedig lefoglalták. 71. alkalommal készült el Európa legnagyobb templomi Betleheme Vörsön. Az 50 négyzetméteres építményt idén is a helyiek készítették el. 30 láda mohát, több utánfutónyi tuja és fenyőágat használtak fel a munkához. A Betlehem február elejéig látható, addig több mint 10 000 embert várnak. Az egész fénysor az most egy LED hálós fénysor lett az egész körbe, meg itt mögöttem is. Az eddig ilyen fűzérfénysor volt, és ugye hát azért ez sokkal jobban imitálja a csillagokat szerintem.
Az idei újdonságot mutatja a Vörsi Betlehemnél Simon György. A bibliai életképet idén 15-en építették, a legidősebb 80 éves. A fazon két és fél méter, az vegyes deszka, léz, gerenda, és a háttér az meg ilyen fém szerkezetben van az egész. Ezt kiméljük az egész rendszert oltárban alatta. Az érdeklődők advent első vasárnapján láthatták először a Betlehemet. Zsúfolásig telt a Vörsi templom, ahol Varga László megyés püspök celebrált ünnepi szentmisét. Könyv hívei szívével szente határozás, hogy jó tetszettel siessünk a vezető Krisztus elé. Nem csak a környékről, hanem az egész országból érkeztek látogatók Vörsre. Nagyszerű, hát ez egy különleges élmény, és azt hiszem, hogy ezt tudjuk mindenkinek ajánlani is. Sokan először jártak Vörsön, és kifejezetten a Betlehem miatt utaztak ide. Már hallottunk róla, és hétvégén erre kirándultunk, és célpontunk eltettük, hogy egyszer mi is megnézhessük ezt a csodálatos Betlehemet. Az ember szívében melegséget hoz, elgondolkodtat, picit megállunk ebben a rohanó világba, és felkészülünk, elkezdjük a felkészülést az ünnepekre. A Vörsi Betlehemet minden évben a helyiek készítik el, hogy ezzel is szebbé tegyék az ünnepvárást. Akik ide érkeznek, azok olyan kis csapatot találnak, akik nagy szeretettel fogadják a híveket, zarándoklatnak mondhatnám, de ez nem zarándokhely tulajdonképpen, de mégiscsak elzarándokolnak otthonaikból családok, kisebb közösségek, hogy megnézzék azt a jelenetet, amikor is ott Betlehemben a világ világossága közénk jött. Elérte maximális méretét a Betlehem, 50 négyzetméteren jelenik meg a bibliai kép, amely 9 napig készült. 71 éve építik meg az emberek, és ez egy nagyon nagy dolog. Tehát gondoljunk bele, ez egy olyan óriási hagyomány, amit egy egészen pici kis Betlehemből indult ki. Az emberek úgy gondolták, hogy kellene valami szépet ide építeni a templomba, és egyre nagyobb lett. Most ugye már kinőtte magát, hiszen nem véletlen, hogy Európa legnagyobb belteri Betleheméről beszélünk. A Vörsi Betlehem február 2-ig látható, addig több tízezer embert várnak a településre. Vásárral és neves előadókkal kezdődött az adventi időszak Alsó Mocsoládon szombaton. A következő hetekben folyamatosan programokkal várják a településre az érdeklődőket. Karácsony előtt pedig igazi közösségi ünnepet tartanak, ahol megajándékozzák a legkisebbeket. A régi mánia, régi hajtani a Stefánia. Kautsky Armand is fellépett Alsó Mocsoládon szombaton, valamint Udvarhelyi Boglárka, aki népszerű operett részleteket énekelt. A település adventi vásárát tartották ezen a napon. Az Alsó Mocsoládi adventi vásár 14. alkalommal került megrendezésre a mai napon. 4. alkalommal térségi hatókörű már, ami nem csak abban jelentkezik, hogy a kézművesek a térségből hozzák a portékáikat, hanem a vendégek is már a térségből érkeznek. Így lehet az, hogy több mint 200-300 ember fordul meg a nap folyamán egy 300 fős kis faluba. A szombati esemény azonban csak a kezdete volt a decemberi programoknak. A mai nap az adventi ünnepkör megnyitása, ezután minden vasárnap közösen fogjuk meggyújtani az adventi gyertyát, és a háttérben látható adventi kalendáriumot közösen nyitjuk ilyenkor a résztvevőkkel meg. Az adventi gyertyagyújtáson mindig van műsor, amit a helyi civil szervezetek szerveznek, és a település közössége számára adnak elő. December 22-én pedig megtartják a falu karácsonyát. Ekkor a gyerekek személyre szóló ajándékokat kapnak. Alsó Mocsoládon jelenleg 28-14 év alatti gyermek van. Meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún Mázán vasárnap. Mostantól minden hét utolsó napján műsorral várják a falubelieket karácsony előestéjéig. A gyerekeknek pedig ajándékokkal kedveskednek majd. Kezdődik a csodavárás, ahogy egykor Jézust várták. Műsort adtak a fiatalok advent első vasárnapján Mázán. Meggyújtották az első gyertyát, felállították a betlehemi jászolt is a település emlékparkjában. Immáron elég hosszú idő óta hagyomány, hogy az adventet minden vasárnap a falu egyik helyszínén ünnepeljük. Második évben kezdődik itt az emlékparkban az adventi emlékezés. Ma
mondta Pece Gábor Máza polgármestere az ünnepi műsor után. Mostantól minden vasárnap ünnepelnek az adventi időszakban. Ez a rendezvény a Német Nemzetiségi Egyesületnek volt az ötlete annak idején, és most már kiszélesedett annyiban, hogy az önkormányzat is nagyban hozzájárul ehhez. Én, mint nyugdíjas tanítónéni, összeszedem a gyerekeket, verseket adok nekik, kicsit énekelünk, és így színesítjük ezt az adventi rendezvénysorozatot. Advent harmadik vasárnapja lesz a legemlékezetesebb a gyerekeknek Mázán, ugyanis ekkor kapnak ajándékcsomagot az önkormányzattól. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Útfelújítások. 30 kilométernyi szakasz korszerűsítése fejeződik be hamarosan. Egyre több a gyerek Tolnán. Több mint 450 millió forintból épül bölcsöde. Elhajtott a tesztautóval. Sok év börtön vár a 14 bűncselekménnyel vádolt férfira. Kutyákat mentett a rendőr. Azóta már új otthonra találtak a magukra hagyott fiatal állatok. Szerdán erősen felhős, ködös, illetve napos területek egyaránt előfordulhatnak. Csapadékra viszont nem kell számítani. Folytatódik a hideg idő. Már köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!